A halál oka az agyburokrepedés okozta agyvérzés. Agyonverték. Vérem legyek? Felszíniek. Az arcát és a nyakát érte a legtöbb ütés. Megerőszakolták? Nem. Alatta van egy régebbi horzsolás. Igen, itt is akad egy. Beírtam az aktába. Megmosta a haját. Körmet tisztított. Mind szerepel az aktában. Az nem, hogy le is vágta a körmét. Ő is levághatta. Nem. Nincs lak a körmök végén. Ő festette ki, de valaki más vágta le. A lábán is. Mesztelen volt? Igen. Utoljára egy piros ruhában látták. Rost hajszál bőrszövet. Mi is értünk a szakmához. Mondtam, a hulla készrejtély. A szó sincs róla. Ennyi gond, ennyi törődés. Miért? Ismerte. Kapcsolatba hozhatjuk vele. Ez nem valami mániákus? Megszállott? Na, sem tudom, lehet. De bármi történt, a reakciója logikusnak tűnik. Semmi pánik. Nem darabolta fel vagy égett el, hogy ne ismerjük fel, csak azon töprengett, vajon mit fogunk keresni. És aztán higgadtan eltüntette a nyomokat. Nyugodtan. Lassan. Nem lett volna elég kitisztítani a körmeit? Manipulálta a holttestet. Elnyújtott élmény. Csonkítás nincs. Ezúttal. Mások is voltak? Nem. De lehetnek. Most lépte át a határt, és meg se botlott. Innen nincs visszaút. Tehát tudjuk meg, ki volt az áldozat.